Szevasz! Hello, volt már hol? Nem még. Még mindig nem? Nem. Mit ajánlasz? De nézd meg, most átváltottam piros-fehérre. Na, az biztos bejön a lakadóhoz. Akadó? Hát ez az a... Ez a helyzet. Úgy haveromnál voltam, mondom... Visszafele csak megnézel, igaz? Hát, nagyon rendes vagy te egyébként. Á, köszönöm. Süllő, remélem lesz így naplementébe. Az eszik ilyenkor? Tényleg, figyelj már, de te tapasztaltabb vagy az ilyenben. Csuka ilyenkor eszik izébe? Hát több videós nézel, mint én lehet. Hát igen. Csuka szokott rabolni ilyenkor sötétedéskor, vagy napnyugta után, vagy ez inkább az nappali? Csuka a sötétedésben is szokott. Tényleg? Rabolni, hát akkor van esély. Hát igen, szerintem lesz meg süllőre is, csak az arra pont is mondom. Hát tilalom van, de visszaengedjük. Igen. Aztán ha fogtunk, akkor odébb állunk. Na hát most hogy tudod szelektálni a csukát, a süllőt, meg a balint, meg a harcsát? Hát sehogy nem lehet. Na látod. Ha meglátja, akkor rám megy, hogyha tetszik neki. Ja. Igazából tök mindegy most, hogy... Amíg nem hoznak pergetési tilalmat, addig... És van rablóhal, amire lehet pergetni, addig perget az ember. Hát igen, nyilván. Hopp, növény. Akadósak, ja. Sajnos. Ja, csak milyen? Kifolyónál se volt? Nem. Rablás volt, de nem akasztottunk semmit. Uh-huh. Hát itt egy bokor van, aha. Hasonló lehet, mint a túloldalt. Nem, igen, lemegy a víz teljesen. Szoktál egyébként itt horgászni az agyván? Persze. Aha. Imádom, milyen halakat szoktál itt pergetve fogni? Balint, itt fogtam már egy jó szép balint, egy 45 centiset. Az igen. Úgyhogy az szép volt, az még nem tudom mikor volt, meg október vagy november. Aha. De az még nagyon fente volt, ott van az a csobogó. Aha, igen. Fent van. Úgyhogy... Amikor az ott elkezdi a vizet így, tehát annyira leapad, hogy ott a víz tud oxigént termelni, mármint így a kövek miatt, ugye, hogy ott csobog, ahogy te mondanád, hogy csobogó. A csobogó aktivizálódik, akkor szerintem az eredményes tud lenni balira, nem? Igen, igen. Az jó, igen. Meg ott sok ember szokott fogni haladni. De jó lesz az a fehér kutya, amikor bemegy az ágyba este. Ja. Nem ott fog jönni a halat. Ez is mikor szokott lenni? Ha hallod, faszi, le vagy informálva teljesen. Több mindent tudnak rólad, mint én. A vevőkörödet is ismerik. Na gyere, csak segítsél, csak nekem, fogjunk együtt halat. Dehogy zavarok, örülök, hogy itt vagy. Dehogy is, bármikor meglátsz minket, gyere nyugodtan, én szeretem. Egyszer majd összehozhatunk egy közös pergetést is. Tényleg? Persze. Hát... Hány éves nagymamád? 53. 53? Igen. Mondjuk hát... Mondjuk 37-nek néz ki. Igen, ezt akartam mondani. Jól tartja magát? Igen, menj a videóban. Biztos benne lesz. Itt jó, ha dobom? Hát persze. Vagy lentebb? Nem, ott is, bárhol ott. Az akadóknál mindig jó, csak vigyázz, hogy beakad. Hát ha beakadt, akkor beakadt. Hát igen. Nem tudok vele mit csinálni. Szerencsére még én apalát nem akasztottam meg ilyen hobler. Nem? Az is. Még én se szakadtam be. Na, sikeres. Ja, uff. Hopp. Hoppá. Az mi volt? Az hal volt. De milyen? Vagy nem? De milyen hal volt? Hogy te loptál oda, Ati? Nem, milyen hal volt? Az, hát csukám nézett ki. Csuk, hopp. Vörös szárnyú. Vagy lehet, hogy hívnak most, nem. Csuka az már leívott. De nem az, hanem a vörös szár... Vagy nem. Keszegek hívnak, jól mondod. Igen. Ügyesen mondod. Facebookon is mindig nézem ezeket, hogy... Figyelj, már te elolvastad a pontyos videó alatt, amikor ott a haltalan videóban, hogy... Igen. Sokan nem, amikor nézik, és akkor várják a halat, hogy ez nem volt egyértelmű, hogy oda kiírtam, hogy haltalan? Hát igen, de attól még meg kell nézni. De egyébként szerinted van értelme az olyan videónak, amiben nincs hal?
Persze. Na, jó. Szórakozunk egyet, mert olyan röltetünk, hogy tök. Nézd a kutyákat. Az, aki, majd tudod, ki röhög, amikor apuka hazamegy, ezt a kutya is ott fekszik az ágyba. Jaj, utána meg anyával befekszenek majd az ágyba, ruha nélkül, ezt majd egyszer megtudod, hogy miről beszélek. Ne is válaszolj rá, jobban járunk. Jó, mintha nem tudnál semmit erről, pedig tudom, hogy ti már tudjátok. Igen. És akkor utána, na mindegy, és na mindegy, engedjük el a témát. Jó. Lapozzunk tovább, nézzünk egy másik helyet. Próbáltad már a Twister, piros farkut. Melyiket? Piros farkut? Fehéret? Nem még? Igen. Nem? Neked van olyanod? Persze, annyi van belőle. Tényleg? Igen, már ott vettem a horgászót. Már betárosztam belőle. Ez? Jó, persze, bárhol jó. Bárhol jó? Bárhol. Lemegyek, egyébként vannak olyan videóim. Hogy? Beleestem múltkor itt az agybetorkolatnál Tiszába. Tényleg? Ja. De azt nem raktad be. Nem. Felrakjam? Ah, nem kell, vagy mondjuk jó, felrakod. Itt megakasztom, hogy veszem ki te? Mármint nem az, hogy lemegy... Nincs. Veszélyesen élünk. Ja, jöttem. Én is úgy szoktam. Kiveszem kézzel, csak ha... Hát mivel csizmár van, ezért... Ja, bebírok menni. Igen. Már menni kell haza, igaz-e? Csak nyugodtan. Hopp, hopp, hopp! Ott a hal! Ó, nézd a! Meghoztad a halat, ez az! Kis balin! Jó kicsi, de még nem is láttam ilyen kicsit. Hát ilyen kicsit a megyek. Ez igen. Vissza akarod engedni? Engedd vissza te! Na, engedd vissza te! Hát de onnan vissza tudod úgy engedni, mert saras. Mit szólsz? Köszönöm szépen. Halas lesz a kezem végre. Na végre. Már pár napja nem volt halas, úgyhogy most már muszáj lesz. Na mondtam, hogy itt beadjuk. Igazad van amúgy. Akadós terepen legjobb. Na, ki kell szedni a szájából. Na hát ez a nehéz, igen. Visszaengedés. Visszaengedés. Nézzük. Arra mennyi lét, nézd csak arra, balra. Ott nem leszel saras. Remélem. Mondj, mindegy már neked szerintem. Igen. Szép kis balin, hadd menjen vissza. Kívánjál valamit. Na, még több hal jöjjön. Hozzá sok halad. Na, szuper, elúszott. Na, mit szólsz? Nem horgáztam, mégis fogtál halat. Szó szerint fogtál halat. Igen. Adj egy ötöst. Várjál meg. Ne foglalkozz már vele. Úgy van. Ügyes voltál? Szép volt, Attil. Szép volt. Fogadok már még egyet.